Minden év májusában a város születésnapján köszöntik azokat, akik hozzájárultak településünk hírnevének öregbítéséhez. Ez a 322. évfordulón rendhagyó módon ünnepélyes keretek között történt meg. Az eseményen a város vezetője elmondta, mint ahogyan a történelem során számos alkalommal úgy a mai napig vannak olyanok, akik kiemelkedően sokat tesznek a közösségért. Ahogyan az 1686-os török pusztítást követően az 1699-ben kiadott kamarai oklevél mentelmi jogokat adott, és ezáltal az újjászületés reményét a visszatelepülő makaiaknak, úgy a 2020-21-es COVID-járványügyi veszteségekben a védelmi intézkedések, a frontvonalon szolgálók áldozatos munkája, a gazdaság újraindítása, az újrakezdés, a további növekedés reményét adja meg mindannyiunk számára. Az ünnepségen aranydiplomát vett át Halász Ferencné Csávás Mária és Kis Ernő Lehel, akik 50 évvel ezelőtt szerezték pedagógusi diplomájukat. Vasdiplomákkal jutalmazták dr. Hajdú Józsefnét és dr. Kecer Tamásnét, akik 65 éven át űzték tanári hivatásukat. Makkóváros egészségügyéért emlékérmet kapott dr. Kurai Dóra, felnőtt házi orvos, neurológus. Szintén emlékérmet vett át Makkóváros szociális gondoskodásáért Kómár Mátyás, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat makói csoportjának vezetője, valamint Gyenge Ferenc, szociális és mentálhigiénés szakember. Toldi János egykori önkormányzati képviselőt Makkóváros közszolgálatáért díjazták, valamint Makkóváros közbiztonságáért emlékéremmel tüntették ki dr. Neparászki László rendőr alezredest. Makkóvárosért emlékplakettel és bruttó 1 millió forinttal jutalmazták az Országos Mentőszolgálat Délalföldi Regionális Mentőszervezet makói mentőállomását, az 1-es és a 2-es számú makói oltópontot, valamint a makói kórház COVID osztályának dolgozóit. Ezt követően Makkóváros önkormányzatának képviselőtestülete rendes nyílt ülés keretében több napi rendi pontot is megvitatott. Határoztak a makói polgármesteri hivatal alapító okiratának módosításáról és egy ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról. Döntöttek a településkép védelmi rendeletéről, valamint a helyi védelem alatt álló ingatlanok védettségének átsorolásáról, megszüntetéséről. A városvezetés ingyenes használatba adási szerződést hosszabbított további 5 évre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád-Csanád megyei igazgatóságával. Az önkormányzati képviselők végezetül határoztak a városi beiskolázási támogatás összegének emeléséről is. Így a korábbi 5000 forint helyett minden általános iskoláskorú gyermek 10 000 forintot kap ebben az évben.